Sziasztok! A tegnapi napon az Extreme 3D Team Hungary vendégeként és az MSI Magyarország jóvoltából egy tuning rendezvényen vehettünk részt, ahol az Extreme 3D Team Hungary csapat tagjai, vagyis Kovács Ádám, Hajdú György és Tóth Gergő kísérletet tettek arra, hogy rekordot döntsenek különböző 3D Mark, illetve Heaven programokban. Alkatrészellátásban nem is volt hiány, hiszen MSI Big Bang X-Power 2 alaplappal, Intel 3960X processzorral, Adata XPG plusz 2200 MHz-es memóriákkal, 4 darab MSI 7970-es videókártyával, Cooler Master Gold és Enermax Modu plusz tápegységekkel, Corsair 120 GB-os F120-as SSD-vel és Windows 7 64 bites operációs rendszerrel kísérletezhettek a tuningolók. A csapat tagjai elmondták, hogy a komponensek, illetve a hardverek remekül szerepeltek, mind az alaplappal, mind a videókártyával maradéktalanul elégedettek voltak. Egyedül a processzorral kapcsolatban említettek némi kritikát, hiszen 5300 MHz-nél nem tudtak nagyobb órajelet kisajtolni. Egyébként a CPU nagyjából mínusz 70 Celsius fokon érezte jól magát, de hát sajnos ezt a lélektani 5300 MHz-et nem sikerült túllépni, így jó néhány tesztprogramban gátat szabott az igazán nagyon nagy eredményeknek ez a processzor sebesség. Két komoly rekord született, mind a kettő magyar rekord, az egyik a 3D Mark 11-ben, ez 29.825 pontot jelent, a másik pedig az Anijin Heaven DX11-es programjában 6.901 ponttal. A felsoroltakon kívül további 5 igazán impozáns eredményt hoztak össze, Heavenben globálisan 11-edikek, 3D Mark 11-ben 10-edikek, 3D Mark 06-ban 6-odikok, a Heavenben extrém beállítások mellett 9-edikek, illetve Vantage-ben 16-odikok lettek, és ezek ugye világszintű eredmények, ezekhez is gratulálok. Az MSI Magyarországon kívül a CHS, a Ramiris, a Corsair, a Notebook.hu és a Jolán segítette az Extreme 3D Team Hungary munkáját. További szép napot, sziasztok!